kiléphet Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság kötelékéből. A 24.hu információi szerint Orbán Viktor feladatba adta három miniszterének, vizsgálják meg, mi történne, ha Magyarország a távozás mellett döntene. A kormány egyebek között azzal érvel, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság az elmúlt időszakban több ügyben nem jogi, hanem egyértelműen politikai döntést hozott. Hegedűs Arnót kérdezzük. Nemzetközi jogász jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van. Jó estét. Először is arról kérdezném, hogy Nemzetközi Büntetőbíróság mit csinál, mióta vagyunk tagjai, hogy néz ki ennek az intézménynek a munkája. Tulajdonképpen a hágai nemzetközi büntetőbíróság, az nem a nemzetközi bíróság, hanem egy attól elkülönült bíróság, a hatásköre az a csatlakozó, illetve a hatásköre azokra az államokra terjed ki, illetve ott van joghatóság, akik aláírták a római statútumot, ami alapján tulajdonképpen háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények felderítés és ezzel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására van hatásköre most lehet, hogy én rosszul emlékszem, és természetesen javítson ki, de én úgy emlékszem, a római statútumot említette, hogy ezt mi nem írtuk alá. Vagy aláírtuk, de nem hirdettük ki. Mi aláírtuk, a kiirdetése kapcsolatban a magyar jogban, a magyar belső jogban vannak, van egy, most már lassan szerintem két évtizedes, vagy több mint egy évtizedes hiányosság a magyar jogalkotásnak, nem lett megfelelően kihirdetve a magyar jogban, ezért a belső jogi szempontból a római statútum alapján nem tudnánk minden intézkedést végrehajtani, ettől függetlenül Magyarországnak a nemzetközi jogi kötelezettsége megvan arra, hogy ha mondjuk letartóztatási parancsot adnak ki valaki ellen adott esetben Putyinnal szembe, hogy Magyarországnak a nemzetközi jog alapján kötelezettsége ennek eleget tenni. Tehát ettől ha, függetlenül ezt meg kellene tenni. Ezt meg kellene tenni, az a mi a nemzetközi jogi szempontból ez a mi belső mulasztásunk, hogy a magyar jogalkotó nem tette eleget például az alaptörvény meghozatalakor, nem teremtette meg a belső jogi összhangot a nemzetközi jogi normákkal. Most a 24. cikke szerint Orbán Viktor utasította három miniszterét, hogy vizsgálják meg a büntetőbíróságból való kilépés lehetőségét. Tehát nem tényről beszélünk egyelőre, nem sajtóhírről egyelőre, de hát sokszor aztán jön a hír is. Szóval a kormány állítólag május 22-i ülésén Gulyás Gergely, Tuzson Bence és Bóka János kapta ezt a feladatot, és azt kell megvizsgálni, hogy ha kilépnénk, akkor annak milyen következménye lenne, különös tekintettel az Európai Uniós következményekre. Elképzelhető, hogy mit szólna ahhoz, hogy mi kilépnénk, mit mond erre? Hát ezt elég, uh, elég nehezen tudom elképzelni, és nagyon remélem, hogy ez csak egy ilyen jogi memó, ami nagyjából azt próbálja felvázolni, hogy hipotetikus esetben mi történhet, de uh, először is Európai Uniós szemszögben ennek nincsen relevanciája. Ugye a római statútum, a nemzetközi jogban ez egy önálló szerződés, tehát ugye ezt, ez, ezt a szerződést mi felmondhatjuk, az Európai Unióval kapcsolatban ennek semmilyen uh, jogi következménye nem lesz, politikai következményei annál inkább. Tehát elméletben Magyarország kiléphet, volt példa a Nemzetközi büntetőbíróság történetében arra, hogy államok megpróbáltak kilépni, ezt egyébként a római statútum lehetővé is teszi. Minden de uniós állam benne van? Minden uniós államban. Tehát nem olyan, mint az Európai Ügyészség, hogy nincsen mindenkiben, és kiléphet ki? Afrikai országok, Dél-Afrika próbált, Burundi és azt hiszem Gambia, ott ugye ezek minden esetben arról volt szó, illetve Burundinás-Gambia esetében arról volt szó, hogy felelősségre vonás elől próbáltak meg így módon kibújni. Jogász és nem politikai jellemző és nem is geopolitikus, de lát -e összefüggést a között, hogy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze elfogató parancsot kért a Netanyahu izraeli miniszterelnöknek, korábban Vladimir Putyérra, és a magyar kormány vagy kormányzati szereplők folyamatosan bírálják ezért ezt a büntetőbíróságot. Egyébként éppen ma Szijjártó Péter azt mondja, hogy nonsens a büntetőbíróság izraeli politikusokat érintő döntése és politikai motiváció döntésnek tartja ezt. Mit mond erre? Én először is azt gondolom, hogy tehát ugye a Nemzetközi Büntetőbíróság nem hozott még döntést, ugye? bizonyos eljárásokat indított meg, ezek az eljárások uh, kimerülhetnek ítéletben, ami adott esetben lehet felmentő ítélet, lehet marasztaló ítélet, az is lehet, hogy az eljárást megszüntetik uh, más okok miatt hamarabb. Tehát, hogy itt tulajdonképpen itt politikai kérdésről nincsen szó. Ha nemzetközi büntetőbíróságról beszélünk, azt azért fontos látni, hogy ez a nemzetközi béke és biztonság keretei között egy nagyon fontos nemzetközi szervezet, egy nagyon fontos nemzetközi bíróság, aminek nagyon sok hiányossága van, de a II. világháború utáni világrend és a hidegháború utáni időszakban az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy olyan, konfliktu, olyan konfliktusokban, mint az orosz-ukrán konfliktus, vagy az izraeli-palesztin konfliktus, a háborús bűnök elkövetőit egy napon bíróság elé, törvényszék elé, uh, elé tudja vinni a nemzetközi uh, közösség, pont ugyanúgy, mint ahogy a jugoszláv törvényszék esetében a jugoszláv elkövetőket is. Tehát ön nem lát itt például Oroszország és Ukrajna háború miatt politikai indokot. Mondja, a kormány egyértelműen azt mondja, hogy egyértelmű politikai döntést hozott ezzel aláesve a szervezet tekintét. Magyarország elutasítja, hogy politikai eszközként használják a nemzetközi bíróságokat. Ez akkor történt, amikor elfogadó parancsot adtak ki Putyin ellen. Tehát azért volt ott egy vérengzés bucsában. Tehát volt bármilyen politikai döntés az elmúlt években, amit mondjuk a Nemzetközi Büntetőbíróság hozott ön szerint? Én nem gondolom, hogy ez politikai döntés. Ez egy jogi döntés. Ebben az esetben az ügyészek, ott több évtizedes ügyészi tapasztalattal rendelkező ügyészekről van szó, akik folytatnak bizonyos eljárásokat, adott esetben ott nyomozati eljárásokat, adott esetben a konfliktus területén is, és pontosan megalapozott döntéseket és beadványokat adnak, amik rend, rendszeresen mindenki számára hozzáférhetőek a Nemzetközi Büntető Bíróság weblapján. Ha azt elolvassuk, vagy hogy adott esetben a kormány azt elolvassa, akkor pontosan látja, hogy ez egy jogilag megalapozott döntések, és amelyekről minden esetben a bíróság fog dönteni, tehát ez egy független testület. Azt azért még hozzátenném finoman, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróságnak a speciális helyzetéből fakadóan igen gyakori az, hogy azzal a váddal kell szembesülnie, vagy azzal a váddal kell megbírkóznia, hogy különböző politikai okok vagy politikai motivációk rejlenek a működése mögött. Ugye ezt mind az afrikai államok szokták gyakran kifogásolni a Nemzetközi Bűntető bíróság gyakorlatát, hogy miért csak Afrikában van eljárás. Tehát inkább az a politikai indok, ami. Ott, ott, ugye ez a probléma, ha meg nem ott van, akkor meg az lesz, hogy az lesz a probléma, hogy miért, miért ezekben a konfliktusokban van eljárás, vagy miért így, vagy miért úgy. Ez egyébként minden bíróságra elmondható. Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy ezeket az eljárásokat lefolytassák, a nap végén ítélet szülessen, és a nemzetközi közvélemény és a nemzetközi közösség úgy uh, menjen tovább, hogy, uh, hogy van egy pártatlan és független ítélet. Tehát ha jól vettem ki a szavéból, ki lehetne lépni, de ennek politikai következményei lennének elsősorban mindent összegezve. Magyarország tekintetében politikai következményei lennének, jogi következményei is lehetnének, a, amit nagyon bonyult és talán itt a beszélgetés kereteit meghaladja, de, de itt azért a nemzetközi együttműködésünket, a háborús bűncsekmények elkövetésével kapcsolatos együttműködésünket, az igazságszolgáltatással kapcsolatos együttműködéseket nagyban befolyásolhatja. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm.